A tavaly őszi aszály miatt nagyon kevés repcemész termett idén, az akácmész hozama pedig a nagy esőzések miatt csapant meg. A napraforgó elvetése az idei tavasszal egyszerre történt, így a virágzás 8-10 napra korlátozódott, amivel a méhek a begyűjtés során nagyon nehezen tudtak megbirkózni. A napraforgó méz mennyisége azonban ennek ellenére is átlagosnak mondható, közölte Hok József, a Nyíregyházi Méhészek Egyesületének elnöke. Akár a Tiszán túl ezen a részét is nézzük, a repce az nagyon minimális volt, és a repce alatt is a száraz időjárás végül is a nektárképződés nem tette lehetővé, szeles volt az idő, úgyhogy a repcemély szinte teljesen kiesett a méhészek termeléséből 2019-ben. A kánc alatt mondhatnánk, hogy túl jó áprilisunk volt végül, a gyümölcsvirágzáson a családok azért valamennyire fel tudtak jönni, igaz, hogy a tavalyi mérgezés az megpecsételte a sorsukat. A kánc alatt borzasztó nagy lehűlés, 19-20 fokos csúcshőmérsékletek, folyamatos csapadék, minimális akácmész termet. Én talán azt mondanám, hogy harmada, negyede, mint a korábbi években. Az idei évben tapasztalt szúnyoginvázió miatt megnövekedett a levegőbe permetezett rovarirtószerek mennyisége is. A napnyugta előtti szúnyogírtás a kaptárfalán elhelyezkedő méhek pusztulását is előidézte, ami ugyancsak negatívan hatott az idei méztermésre, tette hozzá a méhész. Hok József szerint a méhészek az említett problémák miatt veszteséges szezon zártak. Bármilyen permetezéseket a végeznek végül is, nagyon sokszor virágzó kultúra melletti területeket permeteznek, ami lehet, hogy nem közvetlenül pusztítja a méheinket, de rövidebb életet biztosít számukra, koptatja őket, vagy ha nem is az, hogy elpusztul, hanem a család érzi az idegen permet szerszagot rajtuk, akkor nem engedik vissza a kaptárba ezeket a méheket, ezek elpusztulnak. Hok József ugyanakkor azt is elmondta, a méz világpiaci változásai és a gyenge export csekély mértékben változtattak a hazai árakon, ennél fogva jelentős emelkedésre nem kell számítania a vásárlóknak.